De az ének tanásaim vagyok, arra is felültetek. Vakáció áll a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium fali újságán. Már csak néhány nap maradt a nyári szünetből, az intézményben azonban több éve hagyomány, hogy a tanévkezdés előtt úgynevezett nulladik napon fogadják az újonnan érkező 7. és 9. osztályos tanulókat. Rózsaszín. Igen. De biztos? Most már én magam sem tudom. A nap során a gyerekek bejárják az intézményt, megismerkednek az iskola légkörével, környezetével, a tanárokkal és természetesen egymással is. Azt mindig lesz az a kérdezni egyébként, hogy ki az, aki focizik, meg ki az, aki sportol, tehát az két külön dolog, ugye? Az iskola igazgatója azt mondja, elsősorban közösségépítő céllal jött létre a nulladik nap, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok a programnak köszönhetően könnyebben veszik a kezdeti nehézségeket és gyorsabban beilleszkednek. Az osztályoknak is, a közösségnek is jó, hiszen főleg ahol a magasabb létszámú osztályokról van szó, mint például a 7. osztály, ott azért mégiscsak jobb, ha először egy picit bemutatkoznak, megismerik egymást, ki csoda, mivel szeret foglalkozni, mi érdekli, illetve megpróbálnak az osztályban közös célokat megfogalmazni. Idén 2, 1, 6 és 1, 4 év folyamos osztály indul a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, tehát összesen 56 fiatal kezdi meg a 2022-es, 2023-as tanévet szeptember 1-én.